Azzal, hogy a Péksütő Mester föl lett akasztva, a Júdás fölakasztotta magát, mert megvetette az Isten igazságát. Ott volt mellette minden nap, három és fél éven keresztül, igaz? Az Isten igazsága mellett volt, látta őt személyesen minden nap. Tehát azt jelenti, hogy Júdás a feje fölött vitte a, a, Péks, a, a Fáraónak a kosarát. Elcsipkedték a madarak, ellopták belőle a, a, a kenyereket, ugye? Ami azt jelenti, hogy Júdásnak a szívéből sátán azzal, hogy rávette, hogy ne azt akart, hogy az a üdvözüljél, hogy megtanulj mindent ettől az Isten igazságától, hanem te akarjál földet venni. Az legyen a célod. Akarjál földet venni a vérmezőn, ugye? És, és a fejébe meg belelőtte a nyilat, a fejébe meg belelőtte a nyilat, hogy ez, és ez mindezt azért, azért lopkodjad a pénzt, ugye, tehát meg, megdémonizálta, megmagyarázta neki, sátán Júdásnak, hogy miért kell neked, miért teszed jó, hogyha elcsensz abba a pénzt, úgyse fogja észrevenni, se a tanítványok, se a Jézus nem fogja észrevenni, ugye? Elcsensz néha-néha egyet, és összerakod, és akkor majd a végén tudsz magadnak venni egy telket, egy földet, ugye? farmerkodsz, és akkor te ott el leszel, még jönne a római hadsereg, lepusztítják Jeruzsálemet, és te leszel a legnagyobb, a legsikeresebb vállalkozó, mert elfogy minden Jeruzsálemből, neked viszont lesz, és te fogod adni az embereknek az ennivalót. És ezt arra hivatkozta, mondta neki Sátán, hogy hát já, ahogy József is ugyanezt csinálta, akkor az egész világ kifogyott ennivalóból, akkor József adott az egész ö, ö, világnak ő adott ö, kenyeret enni. És hogy meggazdagította önmagát, meg a fáraót, ugye? Tehát ez az, a, ez az a tekintélyes kard, amivel rávette Júdást, ugye? Júdás alapvető ö, példaképe a Vörös Ló csapatának, azoknak az embereknek, akiken sátán uralkodik ö, hamis tanokon, ugye, hogy a Júdással elhitette azt, hogy, hogy ö, ez nincs leírva a Bibliában, ez csak az én fantáziám, de hogy meg lehet belőle érteni, hogy Judás hogyan gondolkodott, hogyan működött rajta a Vörös Lovasnak a tekintélyes kardja. Hogy elhitette vele, hogy azért van neked szükséged Szántóföldre, mert a Róma pusztítása után az egész Jeruzsálem nem lesz semmi. Viszont ha te most lopkodsz az erszénybe, úgy, hogy a tanítványok és a Jézus se fogja észrevenni, akkor egy idő után, majd a három és fél év múlva összegyűlik annyi, hogy meg tudod venni majd a telket. És amikor Róma lepusztít mindent, te a városon kívül viszont ö, fölnevelted a dinnyeidet, fölnevelted a krumplit, paprikát, paradicsomot, mindent, és ö, tartottál birkákat, lesz hús, úgyhogy te majd, amikor a nagy éhénység kitör Jeruzsálembe, megnyitod a kamráidat, és... Százszoros áron eladsz nekik majd mindent. Te leszel a legsikeresebb vállalkozó, ugye? És akkor, ha esetleg Judás azt mondta volna, de hát ez nem fair, akkor a sátánnak mi lett volna a következő szó? Hát miért mit gondolsz, József, hogy csinálta? Hogyan lett a fára után a második ember? Azt hiszed, hogy tényleg Isten adta neki az ötletet? Nem, ő maga kitalálta, hogy ezt kell csinálni. Hogy begyűjteni 7 éven keresztül a sok ennivalót a sok búzát, a termény, és utána, amikor kezdődik a hét nehéz esztendő, akkor meg busz, ö, sokkal drágában az éhezőknek elad, eladták. És így lett nagyon gazdag József, és így lett a fáraó második embere, ugye? Szóval ö, minden, minden ember, aki így gondolkodik, ugye, mint a... És sajnos erre van élő példánk, ugye Rózsa Edit a porszem vagyok, ezt a barátnője mesélte nekünk, hogy ő Biblia programot vett úgy, vagy akart venni, úgy valakinek, hogy a férje bankszámlájáról akarta ellopni a pénzt hozzá, és az volt rá a magyarázat, hogy nem kell vele foglalkozni, mert a Pisti úgyse veszi észre. Szóval szó szerint ugyanazt a bűnt követte el, mint, mint Júdás. Lopkodott, ugye, a férje erszényéből brutál, mi? Most teljesen meg vagyok döbbenve, hogy eszméletlen, mm. hogy a bibliai történetből, ugye, ami lehetne egy mese is, mi szó szerint tudunk egy ilyen történetet, aki elkövette a saját férjével ezt a bűnt. Mm. És ilyen emberek azok, akik csatornákat nyitnak, és titeket tanítgatnak, sátánnak a, lovasa, a lovasaiként, fehér lovasaiként lődözik az agyatokat, és a, az akaratotokat, a szíveteket ilyen történetekkel, hogy amikor amikor meglopsz valakit, akkor ne félj tőle, mert se veszi észre, ugye? Brutál, döbbenetes. Szóval ö, a mester azért lett kivégezve, mert ö, a fáraónak a parancsolatait megvetette. Biztos volt előírás arra, hogyan kell neki a kenyeret csinálni, milyen tisztasági szabályokkal, és hogyan kell neki vigyázni a kenyérre, hogy semmiféle fertőzés vagy akármi, nehogy a fáraó meghaljon, mert akkor vége a királyságnak, ugye? Az egész ország össze fog omlani. Szóval ez, ez nem tartotta be a kenyérkészítésnek, és még a király azt találna, mert miért? Aközben odafigyelnie, hogy milyen körülmények között jut majd el ez a kenyér a fáraónak az asztalára, ugye? És jött, ö, jöttek az égi madarak, és elhorták a, a kenyeret a kosárból. Ugye? Szóval nem tudott mit anni a fáraónak. Az azt jelenti, hogy ö, nem. Majd meg megvetette a fáraót, megvetette a parancsolatait, ugye? És ezért föl lett akasztva, ugye? Nem tudom, emlékeztek a történetre, amikor, amikor Saul nem várta meg Sámuelt? Meg tudjátok ezt találni az igéből? Mondja közbe? Ja. Most keresem az igébe eset, de az jutott eszembe, hogy Hát üresen ment a király ele, és meg van írva vele az összettségben. hogy senki ne járuljon az örök. Kivaló Tényleg. Kivaló. Tényleg, senki ne járuljon az örökkévaló való elé üres kézzel. Azt ugye, Hát, előkerülnek az okok, hogy a, a fáraónak a, a Péki, sütőmestere mennyire ö, megvetette az Istennek a parancsolatát, ugye? És azt mondta, azt mondta Sámuel és Saulnak, mivel hogy te megvetetted az Istennek a parancsát, ezért. Isten is téged. Szóval ezeket lehet látni, hogy amikor valaki alkalmazásában van egy királynak, egy fáraónak, ugye, vagy magának az Istennek, és az Isten parancsolatokat ad, Ahogyan a fáró parancsot adott a péksütőmesternek, ugye, ha felolvasod, Viktória, ez Sámol 15-26. Sámuel pedig mond a Saulnak, nem térek vissza veled, mert megvetetted az úrnak beszédét, és az úr is megvetett téged, hogy ne légy király Izrael felett. Így van. És ugye, ennek a megvetetésnek mindig van egy következménye, amikor valaki megveti az Isten parancsát, utasítását, Isten is megveti, tehát kifejezi azt, hogy megítéli az embert, elmondja neki, hogy ezért és azért a bűnödért köztünk vége mindennek, ugye? Hát megtörténik az igazságtól való elszakadás, az Istentől való elszakadás, és utána Isten elmondja, hogy mi fog történni ezért, aki a szakadás útjára lép, aki megveti az Istennek a parancsolatát. Mózesnél azt mondja, hogy ha valaki megveti az Istennek a parancsolatát, az két vagy három bizonyságra, kímélet nélkül meghal. Zsidó, 10-28. Zsidó, 10-28, Ina kérünk? Aki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanú ír velem nélkül meghal. Látjátok, ez egy elementáris, ez egy alapvető ö, igazsága Istennek. Ugye, hogy, hogy Isten bizonyítja az ő igével azt, amit én felvázolok, hogy ez így van az Isten igazságában? Isten utasítást ad, utasításaira, parancsolataira tanította a szent lelket, a felkent megváltó szabadított. Hogyan? Elsősorban az apja és az anyja által, másodszorban az apja és az anyja a profétákra, Mózesre, Dávidra és az egész ószövetségre tanították őt, igaz? Uh -huh. Tehát ő nem vetette meg Istennek a parancsolatait, hanem megtanulta. Majd mit csinált ő? Isten parancsolata? Először betöltötte ugye az első uh, szeretet parancsolatát, hogy hagyd magadat tanítani Istennek az ő igazságaira. Tehát szeresd a te Istenedet teljes erőddel, teljes lelkeddel, teljes akaratoddal, és, uh, és teljes elméddel, ugye, teljes lelkeddel. Ugye, ő ezt betöltötte, mert amit az anyja és az apja tanított neki, Mózesről a profétáktól, az összes profétákig, Dávidon át, az egész Ószövetséget megtanulta, ugye? Tehát szerette az Isten. Igen, szerette az Isten, tökéletesen szerette az Isten, mert tökéletesen betanulta az egész Ószövetséget a fejébe. Ilyen nagy áldozatot hozott. Milyen szép, kedves illatáldozat lehetett ez az Istennek, ugye, hogy hogy ezt amikor meglátta, hogy ő a fejébe vette, hogy az egészet megtanulja. Azonnal bárki bármiről beszélt, ő azonnal tudott rá mondani valamit az írásból. Azonnal. Amikor meg akarták kövezni az asszonyt, lehajolt a földre, és elkezdte írni azt, a, azt a, az igeverset az Ószövetségből, hogy akik elhagyták az Istennek a parancsolatát, azoknak a nevei a porba lesznek írva. Ugye, azonnal tudott ráírni egyet az, az, az írásból, ugye? Eszembe jutott hogy ehhez kapcsolódóan egy igen nekem is, és érdekes itt a fordítás. Most a Károli Revideákból idéztem ezt az igét. 1 Korintus 14.36-tól Vajon tőletek indult ki Isten beszéde, vagy egyedül hozzátok jutott el? Ha valaki azt gondolja, hogy ő proféta, vagy lelki ajándék részese, vegye eszébe, hogy amiket nektek írok, azok az Úrnak rendeletei és ha valaki ezt nem ismeri el, azt sem fogják elismerni. De jó. És mert a másikban úgy van fordítva a 38-as vers, aki pedig tudatlan legyen, tudatlan. Tehát, és ha valaki ezt nem ismeri el, azt sem fogják elismerni, aki pedig tudatlan, legyen tudatlan. És akkor nem értettem, hogy hogy lehet, hogy ilyen különbség van a két fordítás között, és most szerintem ez a Károli a jobb, mert itt a tudatlanra uh, ráteszem a nyilat, és akkor azt mutatja a program, többek között a negyedik jelentésben, hogy figyelmen kívül hagy semmibe vesz. Azt a... Hogy nem ismer fel. Tehát, hogy aki uh, úgy csinálja, hogy ezt nem, nem tudja ezeket az örökkévalónak a parancsolónak a rendeleteit, és nem veszi figyelembe, azt Isten se fogja figyelembe venni, azt nem fogja ismerni. Tehát, mint ahogy mondja is a példázatban megváltó, hogy sohasem ismerte le. Ugyanez a Ugyanez a eszembe, hogy hát nem a te nevedben tanítottuk a népet. Igen. Hát nem a te nevedben üztünk ördögeket. Hát nem a te nevedben csináltunk nagy dolgokat, nyitottunk Youtube csatornákat, Igen. álltunk a gyülekezetek élén, és tanítottuk őket a szent betöltekezésre, kézrátétellel való szent szellemvételre, meg démonűzésre. Nem a te nevedben mostuk egymás lábát, és adtunk tizedet. Nem a te nevedben együtt énekeltünk az egész gyülekezetben. Nem. Nem a te nevedben tanítottuk azt, hogy a Biblia nem Isten szava. Nem a te nevedben tanítottuk azt, hogy hát ö, Isten a pogányoknak is ad éjjel-nappal álmod, mindenki álmodhat, minden álom Istentől van. Még hogyha a kutyám, akit látok a kájha mellett feküdni, és és megkérdezek valakit, hogy mi ez, mert megijedtem, hogy mi mit történhet ilyenkor. És azt mondja a hozzáértő, hogy nem kell aggódni, a kutyád álmodik. Aha, akkor vettem a lapot, akkor hogyha, ha a bodó Attiláéknak, és a Rózsa Editnek, a porszem vagyok, meg a Kiáltószónak, meg a Kövesda megváltott, meg az összes többinek, akkor biztos igaz kell, hogy legyen a szava, hogy amikor valaki álmodik, az biztos Istentől van. Sőt, a kutyám is álmodik, a kutyám is Istentől kap álmot, valamiféle figyelmeztetés, vagy tanítást az álomba, ugye? Biztos a kutyám azt álmodja, hogy a gyereknek, vérhólyag volt a hátán. Biztos a kutyám azt áll, hogy nem kell érettségi, ugye, nem, nincs szükség, ha valaki életbe akkor marad, nem kell neki érettségi. Ugye a ugye Bodó Attila antikrisztus hamis tanít, tanítja erre tanítja az embereket, mert álomban ez, ezeket kapta Istentől. Hát igen, írja is, hogy tőletek indult ki Isten beszéde, egyedül hozzátok jutott el, tehát ők ezzel ezt fejezik ki, hogy az emberektől indul ki Isten beszéde, és hozzájuk is jut el, tehát ez mert ugye azt mondja, hogy az az igazság, ami, ami mindenkinek a szájából jön, aki azt gondolja, hogy őt a lélek vezeti. Tehát, de itt, itt írja, hogy vajon tőletek indult ki Isten beszéd, de vagy egyedül hozzátok jutott el. Tehát, hogy ne a saját gondolatunkat profétálgassuk meg, mondogassuk, mint hogyha az Isten lenne itt. Na most valaki írta nekik a múltkor, föltett egy kérdést az álmokkal kapcsolatban, hogy ti azt álmodtátok, és az, aznak alapján azt profétáltátok, hogy nem is tudom, mi volt az, amit felolvastál? Sajnos erre nem emlékszem így hirtelen. Valami álommal kapcsolatban, hogy hát azt mondtátok, hogy majd a... Nem tudom, mi fog kitörni, vagy mi lesz majd. Ja, igen, igen, valami, valamit megjósoltak előre pár hónapja, és akkor valaki rákérdezett, hogy azzal mi van, nem történt meg. Azzal nem történt, mi van? Hát megmondom, hogy mi van, vagyis nem én mondom meg, hogy mi van, hanem Isten mondja meg a Mózesnek adott parancsolaton keresztül, hogy írjuk be a keresőbe azt, hogy, hogy ha valaki profétál, és azt mondja, hogy hát ő látta előre ezeket a dolgokat, álomban kapott jelet, meg mit tudom én -e, mit, és azt mondja, hogy ha nem teljesedik be, akkor az a proféta, ugye nem Istentől való. Onnét lehet tudni, hogy valaki Istennek a profétája, amikor pró, ilyen előre jövendőlés dolgokat mond, hogy azok teljesen pontosan úgy történnek, ahogyan Isten azt mondjuk egy álomban ö, megmutatja. Tehát nincs eltérés, nem kell cifrázni, színezni a történetet. Látjuk azt, hogy, hogy Józsefnél, amikor álmot adott neki a péksítőmester is, a, a borkóstoló is, a fáraó is, ugye látjuk azt, hogy amikor Péter álmot látott, látjuk azt, amikor ö, amikor ö, Saul, Pálapostól álmot látott, látást látott, ezek mind szó szerint úgy történtek, és akkor, és ott, ahol meglettek mondva ezek a dolgok. Úgyhogy nem az, hogy, hogy persze, megnézem a híreket, Kínában, Kínában ugye megint erősödik a koronavírus betegeknek a száma. Mivel lesz Magyarországon nem nézik ezeket a híreket, én elhintem, hogy én azt, azt kaptam a lélektől, és azt álmodtam, az volt az álmom, hogy visszatér a koronavírus, és megint maszkot kell hordani. Ugye két hónap múlva egész Európában megint bevezetik a maszkviselést, mert Kínából megint elterjedt a. Tehát ezt, ezt nem Isten adta, hanem csak látta a híreket előre mindenki előtt, és hogy, hogy ő nagynak tűnjön, Isten emberének, elhintette ezt a hazugságot. Ugye így működik a bodóféle meg a Rákóczi Gábor féle álmok, meg a proféciák, meg a, ugye, a Rózsa Edit, ugye bemákoltam, és akkor, és akkor uh, ál... egész éjjel álmodtam, de amikor reggel fölébredtem, már nem emlékeztem semmire. Hát ennek nagyon é nagy értelme volt. Ugye azt mondja a Pálapostól, hogy minden ajándéka Istennek uh, az eklésia építésére van. Uh -huh. Nem arra van, hogy én élvezkedjek álmomba, hogy jaj, de jó, az Isten beszél hozzám, egész éjjel olyan boldog vagyok, csiklandoz az álmaival, az Isten. És akkor reggel föl kell, és akkor a, a segítségre váró ekklesia tagok meg megkérdezik a Rózsa editet, hogy na, mi volt az Isten üzenete? Hogyan, hogyan fogunk megmenekülni? Mi lesz? É, éhez, éhezni fogunk, vagy életben maradunk? Hát gyerekik, nem tudom, ne engem kérdezzetek, kérdezzétek ti is a lelket. Én nekem külön jó éjszakám volt, és ez a lényeg, hogy én jól éreztem magam. Ti is ö, lefekvés előtt igyatok valamit, szeszeljetek be, higgyétek el, hogy ti is jól fogjátok magatokat érezni egész ilyen álmotokba. Lehet, hogy reggel, amikor fölébredtek, nem fogtok emlékezni semmire. De az már más dolog. Szóval ezzel is Megveti az Isten parancsolatát, mert Isten nem mondott ilyet, hogy hogy pogányok álmodnak uh, Istentől való álmokat. Zsidóknak van ez, így kommunikált hozzájuk Isten. Aki mást állít, mint a Bodó Attila, meg a Rákóczi meg a Rózsa meg az egész álmos szektájuk, ezek el vannak kárhozva, mert uh, Istennek a parancsolatait megvetették, mint ahogy a Pésütőmester, mint ahogy a Saul király, és meg lehet látni, hogy uh, Miután meglettek fedve, utána bekövetkezett az ő gyors, hirtelen való pusztulásuk. Saul is a csatában meghalt, ugye mindenki, aki Isten igazsága ellen hazugságot szólt, vagy ellenállt, vagy amikor meglett intve, akkor visszabeszéltek az Isten papjának, az Isten profétájának, ugye mikor, mikor Illés megintette a gyerekeket az utcán, és azok tovább csúfolták őt, jöjj fel, kopasz, jöjj fel, kopasz! Erre bement a medve, és széttépte őket. Szóval mindenki, aki ellenáll az Isten parancsának, parancsolatának, az hirtelen való veszedelmet hozott magára. Amikor megvan intve, ugye, és visszatérve így a, a, lovasok, a lovakhoz, ugye, a fehér ló, ugye, Szimbolizálja az ekléziát És ö, tehát meglettek intve a vigyázzatok, a hatodik korszak elején ott valóságos fizikai veszélyekre lett fölhívva a figyelmük, ugye? Valóságos történésekre lett fölhívva a figyelmük. Ö, arra, hogy jönni fog Konstantin császár, és a hazugságaival sokakat elszakít majd tőletek, ugye? Erre lettek figyelmeztetve a fehér ló. Uh, ról szóló látás által. És mi történt? Jött uh, Konstantin, és belőtte a tüzesnyilakat a fejükbe, Krisztus követőknek a hamis tanokat, és már is átálltak a kereszténység oldalán nem kellett többet félni, hogy üldözik majd őket, ugye? Aztán jön a Vörös Lovas, tehát uh, még, még mindig maradtak uh, azért uh, uh, az ekléziában, ugye, tehát ez volt Konstantin, jött a vörös lovas, ez pedig szimbolizálja a pápaságot. Konstantin után, mert ő még császár volt, ő nem volt, ő még nem kiáltotta ki magát pápának, majd az utána következők voltak azok, akik elkezdték ezt a királyi, pápai nevet viselni, és tovább örökíteni egymás után, ugye? Tehát a vörös ló szimbolizálja a pápaságot, és ezzel figyelmeztette az első századi Krisztus követőknek a taditványait, az utána következő generációt. Ezzel figyelmeztette őket Isten, hogy vigyázzatok, mert nem csak Konstantin, még lesz utána még négy másik, három másik Konstantin után, három másik nagyon nagy veszély. Ugye? És ugye a Vörös Lovassal figyelmeztette, hogy jönni fog a pápaság, aztán a fekete lovassal, ugye a fekete sötétség, mire figyelmeztette őket? Ugye, és a fekete lovas a kezében mérleg van. Tehát az ítélet tétel. És ez az egész történet ugye hamis ítélet tételről szól, ugye? És ugye, hogyha a világ történelembe a Krisztus követőkkel kapcsolatosan föl tudjuk idézni, hogy miután a pápaság megjelent és megerősödött, és Európát elfoglalta a, a pápai dinasztia, ugye a kereszténységgel. E, hogyha ezt be akarjuk azonosítani a fekete lovasnak a, a cselekedeteibe, akkor mit mondhatunk el arról, hogy hogy mi az, ami, az a halálos veszedelem, ami jött a következő generációra, a Krisztus követőknek az üldöztetésére? Mit gondoltok? Te nem a szembe, és nem csak szeretnék, hogy Eliza is csúszolták, hogy menj Ja, bocsánat, igazad van, bocsánat. Köszönöm, hogy, hogy helyreigazítottál. Szóval ez első nagy veszedelem volt a korai Krisztus követőkre nézve Konstantin császár és a kereszténysége a második a pápaság, a vörös a harmadik a fekete lovas pedig, a feketéről mi jut eszünk be? Sötétség, igaz? Tört, történetesen van egy ilyen kor, a sötét középkor, amikor is mit csináltak az ítélettel? Hogyan használták az ítéletet? A Konstantin által kitalált kereszténységnek a pápái? Inkvizíciós törvényszék elé állították a Krisztus követőket, és a nyakukba kötve a Bibliájukat elégették őket elevenem. Hogyha meg nem tagadják, azt nem mondják, hogy le nem köpik a Bibliát, és meg nem taposák, és azt nem mondják, hogy ez ö, sátánnak a műve. Így kellett bizonyságot tenniük, ugye? Tehát a sötét középkor erre figyelmeztette a következő generációt. Mert az első századi Krisztus követők után ugye egész a mai napig vannak Krisztus követők, akik hithűen megmaradtak az ige mellett, mint ahogy sokakkal együtt mi is. És itt a korszak végére, ugye, már ezt többször beszéltük, de újra és újra át fogjuk beszélni, hogy mi nekünk hogyan jelenik meg ezek a, ez a négy figyelmeztetés. Tehát ugye onnét az első századi Krisztus követőktől, ugye minden századon át voltak, akik, akik visszatértek vagy megmaradtak a Biblia tanításai mellett, ugye Isten igazságoként. Szóval a következő generációkat arra kellett figyelmeztetni, hogy jönni fog a Róma a megerősödött pápasága, hatalmat vett a, a Európa és a Föld minden országán, királyán, és akik nem hajlandóak alávetni magukat a pápaság tanításainak, és a liturgiáinak, és a teológiáinak. Azokat a sötét középkorban a pápaság az inkvizíciós perek által, ugye ott vannak ezek az inkvizíciós perek, ugye perben fogták a Krisztus követőket, és mindegy, hogy mit mondtál, ha kiderült rólad, hogy Bibliát olvasol, és abban hiszel, és nem a kereszténység tanaiban, meg nem Luthernak, hiszel, meg Calvinnak, meg nem a baptistáknak, meg nem a, a pünkösdistáknak, nem a, a Jehova tanúinak, meg az összes többinek, ugye? Akkor uh, megfogtak téged, és hamis perekkel, hamis, hamis tanuk által meg vádolva, és halálos ítéletet hoztak, ugye? Igen azt lehetne gondolni, de hát az van így, hogy a fekete lovasnál, hogy az olajat és a bort ne bántsd, de akkor mégis bántották őket. Hát ö, érdekes, mert ugye ö, az van, hogy az örökkévaló az én segítségem, nem félek, ember mit árthat nekem. Tehát ők, nekik, ez ugye bántás ember értelemben, hogy megölik, meg megkínozzák őket, viszont a Isten szempontjából, a Biblia szemszögéből nézve az lett volna a bántás, hogyha le tudták volna őket téríteni, magukhoz tudták volna, maguk uralma alá tudták volna őket hajtani, akkor lett volna bántás, mert akkor ők, ők is elkárhoztak volna, de nem tudtak nekik ártani, ezért megölték őket. Így De van. ugye mondja, hogy ember mit árthat nekem, ez a számukra hát, nem volt meg az a, a, igazi ártás. A, a Szentlélek is, a felkent megváltunk, is azt mondta, ugye hogy hogy az én eltávozásom után sokatokat majd megölnek, majd kirekeztenek a gyülekezetekből, bíróságra visznek és elítélnek benneteket. Sokatokat az én nevemért meg ki is végeznek, meggyilkolnak benneteket, ugye? Tehát ő csak nem mondott uh, valótlant. Ennél fogva, ezt, hogy a bort és az olajat ne bánsz, ez, ez azt gondolom, hogy azt jelenti, arra tesz utalást, hogy az Isten igéjéhez nem nyúlhattak hozzá. Uh -huh. Tehát hiába próbálták csűrni, csavarni, nem tüntethették el. Ugye a kereszténység a sötét középkorban megpróbálta eltüntetni a Bibliát. Tehát ahol Bibliát találtak, azt mind elégették. Mindent elégettek, ugye? Ha valaki mégis eldukta, és megtudták, akkor azt azonnal helyszínen elégették a, a Bibliával együtt azt az embert. Szóval a bort és az olajat, ugye az új szövetség, a, a bor és az olaj, az új szövetségnek a szimbóluma, és ezt beszéltük is, hogy miért, és ugye nem tud, nem, tehát megparancsolta ennek a gondolkodásmódnak, ami a a pápai inkvizíciók ide alatt a kereszténységet ö, uralta, hogy ö, a, a, a benne hívőket kivégezheted, hogy így ők bizonságot tehessenek a hitükről, az igazsághoz való ragaszkodásukról bizonságot tehessenek, de magát az írást, végérvényesen, ö, átfogóan nem hamisíthatod meg, nem tüntetheted el, nem, nem égetheted el az egészet az összeset. Ugye? És lásd csodát, egy biblia megmaradt, és arról kezdték el nyomtatni ugye a könyvnyomtatás megjelenésekor, arról az egyről, ami megmaradt, amit, amiről tudtak, hogy nem tudták a, a pápaság, a kereszténység nem tudta elégetni, eltüntetni, azt előhozták, és arról kezdték el sokszorosítani mm. Németországba. Gutenberg által, ugye ő volt az első nyomdász, mm. a sokszorosító, és az első dolog, ami sokszorosításra került, az a Biblia volt. Képzeljétek el, a teljes új szövetség. Szóval fantasztikus. Ugye ez a feketeló, és a végén a, a vörös ló, vagy a sárgaló által pedig melyik generációt akarja figyelmeztetni Isten? Ugye mire figyelmeztet a sárga által? Ugye a, ez a sárgás színű, vagy fakó szín, ugye ez szürke is, meg nem is, fehér is, meg nem is, ugye? Hoppá, mondjad? Kína, most nekem a sárgáról az utok a Nem, nem, nem. Tehát ez a sárgás szín, ugye, mi más fordításokban ilyen fakónak is mondja, vagy szürkés, Ö, tehát ez olyan szín, ez a sárgás szín, hogy van benne sárgás is, van benne szürke is, fehéres is, ö, ugye? Tehát fakó, ugye? Tehát se nem sötét, se nem világos. Miért jut erről be? Se nem, se nem. Uh -huh. Mit gondol? Nagyos. Így van, pontosan nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Hol mondja ezt? sajnos pontosan nem tudom, de hogy... A jelenések könyvébe. Szám, számból, a a kikötöm a számból valami olyan is volt. Igen, jó, jó, felé. Nagyon, ez nagyon örvendetes azt látni, hogy, né, hogy csak néhány hete, egy-két hónapja kezdtél el a Bibliát olvasni, de hogy olyan aktív vagy az olvasásban és a tanulásban, hogy hogy alig néhány hónap alatt, ha még töredékek is, de így megmaradnak az elmédbe, és hogy ilyen velős beszélgetéshez hozzá tudsz vele szólni, és hozzá tudod tenni azt, amit Isten, azt a kis darabkát neked adott, hogy ebből a közösből egy egész legyen. Ugye a jelenések könyvében a laudíciai gyülekezethez szól, mi hozzánk szól, az utolsó kor, a hetedik korból ebben a 2000 évben hét korszak van, ugye, vagy hét nap, vagy hét évnek is lehet mondani az Ószövetség szimbólumrendszere alapján. Tehát a Krisztusnak a megszületése óta, ugye attól fogva 2000 év, ami 1200, bocsánat, nem 1260, hanem kétszer három és fél év, ugye, kétszer három és fél kor, ugye ez 2000 év, ezen a hatodik korszakon belül, és uh, ugye van, az Efesos, szárdisz, uh, Pergámum, tiátria, nem biztos, hogy sorrendet jól mondom. Uh, Pergámum tiátria, uh, Philadelphia és Laudícia. Tehát ez a hét kis ázsiai gyülekezet szimbolizál hét korszakot ebben a 2000 évben, a megváltónak a megszületésétől és kivégzésétől fogva napjainkig, ugye? És mindegyiknek elmondja a jellegzetességét, és a legrosszabb az összes közül az, amiben mi élünk, ugye? Fakó, se sötét, se nem világos, se nem fehér, de se nem fekete, ugye? Hanem sárgás, fehéres, szürkés, ugye? Fakó sárga. És mit mond erre a Laudíciai korszakra a jelenések könyvében? Megtaláltátok, nem? Körolvas, Viktória. Jelenések könyve 3.15-től. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy sem hív, vaj, ha hideg volna, vagy hív. Így, mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hív, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és nincs szükségem, se és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezitelem. Azt tanácsolom neked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Így van. Tehát ez a, ez a korszak, ez az utolsó korszaka, a megváltó óta az Isten igazsága, hogy hogyan, merre megy, és mi történik vele, hogyan viszonyulnak az emberek hozzá ugye erről szól ez a hét gyülekezeti korszak, és látjuk ma, hogy ugye, a megváltó azt mondja, hogy akit szeretek, azt megfeddem és megdorgálom, ugye? Na most, amikor az emberek hallják itt ezen a Youtube csatornán keresztül a feddéseket és a dorgálásokat, akkor ahelyett, hogy megaláznák magukat, és, és magukra vennék, hogy ez Istennek a saját írott szava, az ő megintésükre. Ahelyett, hogy örülnének és boldogok, hogy Isten uh, szól nekik, hogy még mielőtt, uh, még mielőtt me az ítélet uh, rájuk nem esik, hogy, hogy uh, ahelyett, hogy boldogok lennének, hogy, hogy megtudnák azt, hogy Isten szereti őket, mert még mindig szól, még mindig inti őket, még mindig figyelmezteti őket. Hogy ebből azt vehetnék ki, hogy az Isten még mindig kegyelmes hozzá, mert mert intengemet, ugye, figyelmeztet, figyelmeztetni akar, hogy rossz helyen vagyok, rossz dolgokat művelek, igaz? Ehelyett az emberek ellenállnak az Isten figyelmeztetésének, mint ahogy, ahogyan a péksütőmester, ahogy a Saul ellenállt, ugye, ahogy Dávidnak az összes fia ellenállt, ugye, ahogyan Júdás ellenállt az Isten fia utasításainak, az Isten igazságainak, ugyanúgy ma az, a, a Biblia olvasóknak a 90%-a világszerte a 7,8 milliárdból ellenállnak, mert hamis tanokkal van tele a fejük, ugye? És ugye, ha megnézzük ezt, most az intésről jut eszembe, hogyha nézzük a fehér lovast, hogy ott még arra figyelmezteti őket, hogy vigyázzatok, mert jön egy politikai vezető, aki egy vallási szervezetet hoz létre, és megpróbál minél több Krisztus követőt az ő hazugságéval átcsábítani a kereszténységbe, ugye? A másodiknál már kettő dologról beszél, hogy, hogy tekintélyes kardot, tehát az Isten beszédének látszó dolgokat villogtat az emberek előtt, elhiteti őket, hogy hát mit tudom én, a milyen gyülekezet az Istentől van, mert a, Bibliá, mert a Bibliáról beszélnek, Elhiteti az álhatatlan szívű, kétszer meghalt, töből kiszaggatott, ö, ö, bolyongó, fénytelen csillagokkal, elhiteti azt, hogy a kiáltó szó és a kövesd a megváltó, meg a porszem vagyok, meg aki az úré, meg az összes többi hamis tanító antikrisztus ö, elhiteti velük azt, hogy ők az Istennek a, a küldöttei az ő tanításukra, ugye? Tehát ez a ez a kardnak látszó dolog, a két élő éles kardnak látszó dologgal, ugye, megvezette őket, szemfényveszt, és elvette a szemük fényét, ugye, a szemük világosságát, az Isten igazságát, ugye. Tehát ott már kettő dolog van, mert a kard, és az, hogy öljék egymást az emberek, ugye. És a fekete lovasnál azt mondja, hogy mérleg van nála, és utána árpáról, meg búzáról beszél, és utána meg beszél a borról és orraj. Tehát ott már három dologra figyelmeztet, ugye? Mit mond az ige, amikor Isten figyelmeztetésével kapcsolatosan beszél Isten? Azt mondja, szól az Isten egyszer, kétszer, háromszor, és utána nem szól többet az Isten, ugye? Tehát, ha megnézzük azt, fehér lovas, vörös lovas, fekete lovas, Utána már a negyedik lovasnál már mi van, már azt mondja, hogy aki a, 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 a lovas, vagy a sárga lovasnak az embercsoportjába tartozik, itt mondja először a négy lovas közül, hogy a halál ül rajta. Aki rajta ül azon a lovon, azon az embertömegen, azon a halál uralkodik, és a pokol követi azt. Tehát ezek az emberek, akik a, a sárga lónak a csoportjába tartoznak, mert a lónak négy lába van, ugye? Ö, mi ez a négy láb? Négy bűn, amit elkövetnek a, a sárgaló csoportjába tartozó emberek, ugye? Melyik az a négy bűn az, az apostolok cselekedetéből? tartózkodni kell a Így van. van. Varegneség. Varegneség. Így Varegneség. van. A állatnak a teste és a, a, vére. Így van, pontosan. Olvassuk fel szó szerint ezt, hogy, hogy egész pontosan, ha valaki ez, ebbe hanganyag lesz esetleg, hogy hallják meg és jegyezzék meg, és azok, akiket még Isten meg tud ezeken az intéseken keresztül, figyelmeztetéseken keresztül menteni, hogy azok még magukba szálljanak, és hallgassanak a papnak a szavára, hogyha megértik, hogy ők tisztátalanok, és a pap azt mondja, mennyi mosódjál meg vízzel, Istennek az igének a vízével mosódjál meg, tehát térjél meg ezekből a bűnökből, mert még ma, hogy lecsukod a szemed, még, még kegyelmet kaphatsz, de holnap már nem biztos, hogy kegyelemmel fogsz fölébredni, hanem lehet, hogy holnap a gyehennába fogsz fölébredni, mert nem fogadtál szót a papnak, ugye? Tehát az apostolok cselekedete 15-20-ban, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a parázneságtól, a fővaholt állattól és a vértől. Így van. Tehát ez, ez a négy lába a lónak, mind a, négy, mind a négy esetben. Mert mind a négy esetben ugyanezt a bűnt követik el, az első lónál, a fehér lónál erre, erre lettek rávéve, hogy paráználkodjanak. Tehát fogadjanak el hamis tanokat a Konstantin császártól. A másodiknál, hogy paráználkodjanak és bálványt imádjanak. Tehát ne csak azt fogadják el, hogy Konstantin, az első keresztény király, aki megkegyelmez a Krisztus követőknek, ha azt is fogadják el, ami a szájából jön hazugság, fogadják el Isten beszédének, ugye, ezért a vörös ló, a tekintélyes kart, hogy az Istenre hivatkozva hitette el őket. A harmadiknál, hogy paráználkodjanak, hogy báványt imádjanak, és még mellette igyák a döglött állatnak, fullvaholt állatnak a vérét. Mi ez? hogy tanulják meg azokat a tanokat, amit Konstantin és az ő pápái létrehoznak a kereszténység tanaiként, ezeket fogadják el Isten beszédének, ugye? Tehát igyák a fulvaholt állatnak a vérét. Negyedszerre pedig a negyedik bűn, hogy egyék is meg a testét neki. Tehát mit beszéltünk az előbb, hogy a kenyér evés, vagy a megváltó testének az evése mit jelent? Parancsolat. Így van. Igen, a parancsolatot hajtsák végre, amire addig tanítva lettek, ugye? Szóval, a negyedik klónál már kitejesedik, ez a, ez a négy dolog ezt összefoglalóan Isten Mózes által tisztátalanságnak nevezi. És azt meg van írva, ugye a tisztátalanság az igazságtalanság, törvénytelenség. Bűn. Pálapostól azt mondja, egyetlen igazságtalan sem. Egyetlen parázna sem, egyetlen bálványimádó sem megy be az Istennek az országába. Ugye? Nagy intelem ez? És a, 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 az utolsó, a negyedik ló esetében, ráadásul még az első három esetben van lehetőség ö, megtérni ebből a bűnből, úgymond megmosakodni a papnak a parancsára a vízbe, még fölhagyhatsz vele, még megfordulhatsz belőle, felszámolhatod az életedbe a hamis tanítóknak a hallgatását, a gyülekezetről a gyülekezetre járkálást, YouTube csatornáról a YouTube csatornára járkálást, a hamis tanítóknak a tanainak az elfogadását, a Biblia szavai helyett, még ezzel fölhagyhatsz, de amikor már a sárgalónak a csoportjába tartozol, hogy benne maradtál ebben a négy bűnben, onnantól kezdve a halál uralkodik rajtad, és az osztály részed a pokol lesz, ami követni fogja azt, ugye? Onnantól kezdve már nincs többé kegyelem. Akinek az ura a halál, ugye, az vele együtt is fog meghalni. Ha az én uram, az én parancsolat adom, az én utasítást adom, a megváltó, aki azt mondja magára, hogy én vagyok az élet, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát én vagyok az Isten megbocsátásához vezető út, az életnek az útja. Hogyha te vele azonosulsz, ha ő a te urad, ő neki fogad szót, akkor nyilvánvalóan élni fogsz. Ha te urad, a te parancsolód, a te utasítást adod, akinek szót fogadsz, aki uralkodik rajtad a halál, akkor már elkárhoztál, mert megvan írva, hogy aki nem enged a fiúnak, az immár elkárhozott. Szóval legyen ez nagyon nagy intés számunkra, hogy fizikailag is kerüljük a paráznoságot, tehát ö, ö, egyedülálló férfiak és ö, olyan férfiak, akik feleségük van, ne keressenek szexuális kapcsolatot, meg semmilyen kapcsolatot hajadónokkal, nőkkel, asszonyokkal, és fordítva is, hajadónok és ö, férnél levő asszonyok, feleségek ne keressenek semmiféle barátságot és. Ö, Testi kapcsolatot a férjükön kívül más férfival, és ne imádjanak bálványt, tehát ne legyen az életünkben olyan dolgok, amik elveszik az időt az Isten igazságának a tanulmányozásától. Tehát ne legyenek nekünk világi együttesek, meg CD-k, meg kazetták, meg MP3-ok ne hallgassuk a, a, a sátánnak a zenészeit, ö, lehetőség szerint ö, kerüljük az olyan lehetőségeket, ne menjünk koncertekre, ne menjünk ö, színházba, ö, tehát ne tartsunk színészeket, erkölcsös, ö, útmutató személynek, se politikusokat, se filozófusokat, se egészséggel, és... Ö, és ö, mentális, lelki egészséggel foglalkozó, ezoterikus és okultista tanítókat ne fogadjunk el, ezek mind bálványimádás. Ne az legyen az életcélunk, hogy szupergazdagok legyünk, hogy hogy rengeteg emberen uralkodhassunk, sikeres politikusok legyünk, ne kívánjunk semmit ebből a világból, mert ide nem hoztunk be semmit, nyilván ki sem vihetünk. Tehát értelmetlen a dolgok gyűjtögetése egészségtelen módon, ugye? Szóval kerüljük ezeket, és az életünk során kerüljük ugye a, döglött állat vérének evése és ivása, ugye, tehát kerüljük az olyan dolgokat, amikről köztudott, hogy abszolút egészségtelen, tehát mindenképpen kerüljük az alkoholfogyasztást, a részegeskedést, kerüljük ugye a drogfogyasztást, ö, és minden egyéb dolgot, amiről tudjuk, hogy lerövidíti, a testünk életét, és ezáltal Isten sokkal kevesebb ideig tud bennünket használni mások elérésére, ugye, tehát kerüljük ezeket a dolgokat, ö, és ö, lelkileg pedig, ugye, ne legyünk bálványimádóak, tehát ne tiszteljünk egyetlen ö, a Biblián és a Krisztuson kívül, akik ö, akik Bibliát tanítanak, vagy Istenről beszélnek, de mégis a beszédük, a tanításuk ellentmond, mond, legapróbb mértékben is ellentmond mond a Bibliának, Istennek, megváltónak, az apostolok tanításainak ellentmondanak, mondanak. Kerüljük az ilyen embereket, mert amikor megtiszteljük őket a meghallgatással, és a szótfogadásunk, akkor bálványt imádtunk. Ez a lelki bálványimádás. A lelki paráznoság pedig az, hogy Isten igazsága mellett, elfogadunk embereknek a hazugságait, ami kicsit is ellenkezik az Istennek a teljes tökéletes igazságával. Tehát ez a lelki paráználkodás, ez a lelki bálványimádás. Ugye a vérivás pedig hamis tanítóknak a tanításait tanuljuk, és elfogadjuk Isten igazságának, ez a vérivás. Negyedszerre pedig a lelki döglött húsevés, tehát mindenki, aki Isten igazságával ellentétesen tanít, beszél, az mind Isten szemében meg van dögölve, el van kárhozva, meg van halva a rajta levő ítélet miatt. Mert a halál az ő úruk. És amikor ilyen embernek fogadunk szót, hogy ne olvassál Bibliát, mert a Biblia nem Isten beszéde. Már ha ezt elfogadtad és nem olvasod Bibliát, már megetted a döglött, a fullvaholt állatnak a húsát, szót fogadtál a hamis tanító, hamis profétának, ugye? Tehát így kell ezektől a bűnöktől távol tartani magunkat, mert megvan van írva, hogy aki nem tisztítja meg magát ezekből a tisztátalanságból, Mózesnél meg van írva, ugye azokról azt mondja az írás, hogy mivel, hogy így, ezzel az engedetlenségével, a pap felszólítására ellent állt, és ezáltal megfeszi, megfertőztette uh, Istennek a hajlékát, Istennek a népét, ezáltal méltó arra, hogy megkövesztessék a tisztástalansága miatt. 4 Mózes 19.13, ha felolvasnád, Gina. 4 Mózes 19.13. Igen. Ha valaki... most én elvesztem itt. Jó, akkor felolvasom én. Uh, valaki holtat illet bármely ember, aki megholt, és meg nem tisztítja magát, és megfertőzteti az utasítást adónak hajlékát, tehát az új szövetségben ez az eklészia, és írtassék ki az a lélek Izraelből, tehát a Menyországból, mivel hogy tisztulásnak vizen nem, hintet, nem hintetett őre áll, tisztátalan lesz, még rajta van az ő tisztátalansága. Tehát aki ki nem jön ebből a bűnből, hogy gyülekezetről gyülekezetre, egyházról egyházra, hamis tanítóra, hamis tanítóra, Youtube csatornáról, Youtube csatornára szaladgál, ez tisztátalanság, benne van ezekben ebben a négy fő bűnbe, azon a halál uralkodik, tehát allegorikusan meg van lelkileg kövezve, halálra van kövezve. Istennél elvégzett dolog, hogy ez el van kárhozva. Szóval ezt nem én mondom, mert nem én találtam ki, ezt Mózes mondja, hogy Istentől kapta ezt a parancsolatot. Ez az Ószövetségben fizikailag működött. És ha valaki nem fogadott szót a papnak, azt megfogták, megköveszték, meg megvetette az Istennek az igazságát. Az Új Szövetségben ez úgy működik, hogy mivel hogy többszöri felszólításnak sem tettek elenged, az ilyen férfiak és nők tovább folytatják a, a Youtube-ra YouTube csellengést, tovább folytatják a gyülekezetekről gyülekezetre csellengést, egyházról egyházra kullogást, és ebben a bűnben leledzenek, ezért rajtuk van az Isten kárhoztató ítélete. El vannak kárhozva már most. Hát ennyi lett volna a ma este témája, úgyhogy bizodalmunk lehet a kegyelemhez, mert addig, amíg Isten figyelmeztet bennünket, hogy tartsuk tisztán magunkat ezektől a bűnöktől, addig, addig azt vehetjük, hogy Isten foglalkozik velünk. Hát nekünk nem kell álmokat álmodni, mert látjuk, hogy egyetlen ilyen javas asszony sem, meg hamis tanító Bodó Attila, meg, meg, ilyen Rákóczi Gáborok, a Kövesd a megváltó, meg a aki az úré, meg a gyülekezetek összessége, amikor álmot, álmo, azt mondják, hogy álmot kaptak az úrtól, hogy érdekes, hogy soha nincsen benne semmiféle intés, ami az erkölcsi életüknek a megjavulására szolgálna ö, utasítások. ugye? Érdekes, hogy a Bibliában mindenki, aki álmot kapott ö, az ószövetségben, azok konkrét ö, nevek, helyek, Színhelyek szerint minden meg lett említve, és meg lett benne határozva, hogy kinek mit kell csinálni, egész pontosan ugye? Parancsolatot, utasítást, vagyis kenyeret kaptak álmukba, ugye? Ezzel ellentétben, amikor bizonságot tesznek ezek a hazudozók, ma a YouTube csatorna hemzsegtőlük egyik sem látszik az életén, hogy a hazugságaikból megtértek volna. A YouTube csatornára, a YouTube csatornára járásból megtértek volna, a kocsmázásból, az önkielégítésből, ugye a prostituáltakhoz járásból megtértek volna, egyik sem, mindegyik ugyanúgy kocsmázik tovább, mindegyik ugyanúgy jár a prostituáltakhoz tovább, mindegyik jár ugyanúgy tovább a Swinger Clubba, ahol váltogatják a partnereket ezeken a helyeken, ugye a förtelmes tisztátalanságaikba. Ezek az emberekről köztudott, hogy ezeket a bűnöket művelik. Nem tudom elhinni, hogy Isten eh, alkoholistáknak, perverzeknek, eh, homoszexuálisoknak, meg eh, prostituáltaknak és paráznáknak Isten álmokat küldene. Mikor itt van minden, le van írva világosan az Isten írott igazságában az igébe, igaz? Van ennél élesebb... Eh, látás, mint ami az írásban meg van parancsolva. Ez egy olyan éles kép, amit még félre magyarázni se lenne szabad, de ugye az ilyen állhatatlan lelkű hamis tanítók azért, hogy ki ne róluk az igazság, hogy ők milyen bűnökben vannak, ezért elcsűrik, csavarják, az emberek másra gondoljanak, és más irányba menjenek, vagy elkárhozzanak. Szóval ezért mi nem ápolhatunk kapcsolatot tisztátalanokkal, részegesekkel, ö Paráznákkal, akik uh, swinger klubba járnak, meg uh, prostituáltakhoz járnak, meg kocsmáznak. Tehát mi ilyenekkel nem ápolhatunk kapcsolatot, de olyanokkal se, akik gyülekezetről gyülekezetre mennek, és YouTube csatornáról jut, megnézed a YouTube csatornáját, vagy száz vagy 200 uh, hazugságot szóló, uh, híres, elismert YouTube csatornára van föliratkozva. Milyen lehet annak az embernek az agya, aki minden, mindezekről a helyekről valamit kicsit is elfogadott. Milyen lehet? Mi lehet annak az embernek az életébe és az agyába? Hát látjuk. Legalábbis első kézben. Így van, és, és ezt ők személyesen meg is fogják tapasztalni, mert először ugye jön az életükbe a romlás ez miatt, és utána pedig sajnos a a hirtelen jövő veszedelem, amiben nem lesz Istentől segítség, hiába rimánkodnak és kiáltoznak az Istenhez, nem fog válaszolni a nyavajájukban, mert megvetették az Istennek a többszöri figyelmeztetését. hogy ez, hogy mi elkerüljük az ilyen emberek sorsát, még most, amíg tart a nap, mi fogadjunk szót az Isten parancsolatainak, tudakozzuk azokat, hogy egyre nagyobb legyen az elménkbe a világosság, hogy a szemünk tiszta legyen, hogy ezáltal az egész testünk tiszta legyen, mert meg van írva, hogy ha mi emünk tiszta, tehát a mi elménk tiszta az Isten igényének a vizétől, akkor a cselekedeteink is tiszták lesznek, és ennek az eredménye pedig, hogy kegyelmet, bűnbocsánatot fogunk kapni. Mert ezzel lehet egyedül bizonyítani Istennek azt, hogy megbántuk a régi bűneinket, és mi Ő hozzá akarunk tartozni, és Őtől akarunk kegyelmet kapni. Úgyhogy ehhez kívánok nektek nagyon-nagyon sok. Kitartást és erőt, hogy bármilyen kísértés lép fel, mindig jusson eszünkbe mindannyiunknak, hogy mi nem viselkedhetünk akárhogy ebbe a világba, ebbe az életbe. Nekünk ö, nagyon szigorú feltételek között van a mozgásterünk meghatározva. Mi nem élhetünk úgy, mint a világban a külső sötétségben élő emberek, akiknek se Istenük, se törvényük, se szabályok, semmi csak a saját maguk képzelgése után rohannak, és azt mondják, hogy ez Isten sugalta nekik. És közben meg veszedelmes bűnözők, eretnekek, lelki homoszexuálisok, lelki prostituáltak, és minden, amit csak el tud az ember képzelni, ami, ami kárhozatra méltó dolog. Úgyhogy minden nap tökéljük el azt, hogy, hogy keressük az Isten igazságát, keressük az ő Ö, ö, megtisztító az ő igazságának a megtisztító hatását mert minél több igazság van az értelmünkben őtőle, annál tisztábbak a cselekedeteink, a gondolkodásmódunk és ugye mennél inkább tiszta mert ugye megvan írva, hogy Isten világosság és nincs nála semmi sötétség, igaz? Mm -hmm. Ő hozzá nem fér a változásnak, a hamisságnak az árnyéka, nem fér ő hozzá most gondoljunk bele hogy ő ilyen körülmények között létezik, hogy ő világosság, és ennél a legszikrányibb sötétség nincs az ő jelenlétében. Akkor gondoljunk bele, hogy ő beengedne, megkockáztatna az, hogy, hogy sötét elmélyű hazugságokkal, bálványimádással, lelki dögnek a vérének az ivásával, testének az evésével, ebben a bűnben leledző emberek tisztátalan, embereket beengedne az ő jelenlétébe? Mi történne akkor? Kezdődne egy újabb 7000 éves pusztítás, szenvedés, gyilkolászás megén a földön. De ezt ő nem fogja megkockáztatni. Arról nem is beszélve, hogy, hogy tehát ez elképzelhetetlen. Ezért Isten nem enged magához, és nem vállal a közösséget senkivel, aki az ő parancsolatait áthágja, aki nem keresi, ráadásul nem is keresi az ő, az ő igazságait, hogy, hogy lenne esélye, hogy megigazítsa magát az Isten útja szerint, ugye? Hanem hamis tanítók hazugságait hallgattak. Hogy legyetek erősek ebben, tartsatok ki minden napon, és mert ahogy, amíg ebben élünk, addig kapunk segítséget. Látjátok, hogy, fejükbe vettük, hogy az Isten parancsolataik akarunk, azt szerint akarunk élni, és látjuk, hogy, hogy milyen méreható igazságokkal jön Isten, és támogat bennünket, és biztosít a afelől, hogy jó irányba kezdtünk elindulni, jó irányba kapizsgálódunk. Támogat bennünket, és ind bennünket, hogy erről ne hagyjuk magunkat lesodortatni, mert abban a pillanatban, ami rajtunk uralkodó is, a halál lesz, és az ő követője pedig a pokol, ahova kerülni fogunk. És biztos vagyok benne, hogy egyikünk sem akar, akarja azt, hogy a halál legyen, ami urunk, parancsolat adunk, utasítást adunk, aki mindig engedetlenségre buzdít bennünket hamis tanok által, és hamis tanítók által, azért, hogy vele együtt kárhozzunk el. Jó iszakát kívánunk mindannyiótoknak, és jó volt megint együtt lenni, jó volt megint együtt közösségbe lenni, hogy együtt ihattunk a lelki borból, tehát ihattuk együtt a megváltónak a vérét, tanulhattuk az igazságokat, és együtt ehettünk most a testéből, ugye ugyanabból a kenyérből, megtértük a kenyeret ma este is, hogy az ő parancsolatait, utasításait egymásnak megtanítottuk, kerüljük ezt a négy, négy, a tisztátalanságnak, ezt a négy bűnét, ahogy csak lehet, mert ha benne ragadunk, akkor Isten ellenségeként a pokolba fogunk kerülni. Jó éjszakát, sziasztok! Jó éjszakát, nektek! És Jó éjszakát! Sziasztok!